Zajlanak a tanulmányokat lezáró szakmai vizsgák a Tolna megyei szakképzési centrum, Ady Endre technikum és kollégiumban Szekszárdon. Juhász Gábor az intézmény igazgatója elárulta, közel 200 szakképzős és technikus tanuló teszi le épp szakmájának záró vizsgáját. 5 technikus szakképesítést szereznek meg a tanulóink jelen pillanatban, tehát 5 félét, illetve a szakképzős tanulóink pedig 7 féle szakmát vizsgáznak most, úgyhogy nagyjából 12 féle szakmai bizonyítványt fogunk kiadni remélhetőleg a június 11-i zárásunkkor, illetve azt megelőzően. Vizsgáznak többek között az autószerelők, a hegesztők, az építőipari szakmából a kőművesek és a burkolók, a kozmetikusok vagy a villanyszerelők. A végső osztályzatot a gyakorlati vizsgára kapott érdemjegy is befolyásolja majd. Vannak már most látható jó eredmények is, hiszen nagyon sokan voltak azok, akik már eleve az írásbeli vizsgatevékenység alól felmentést szereztek a szakmai versenyek segítségével. Ők nyilván csak a gyakorlati vizsgákat csinálták meg. Nagyon büszkék vagyunk azokra a szakmai verseny eredményekre, amik az elmúlt időszakot jellemezték. Dacára az online oktatásnak is úgy tűnik, hogy mind az elmélet, mind a gyakorlatból sikeresen készültek fel a diákok. Az igazgató elmondta, hogy egyes tantárgyak gyakorlati vizsgáit külső helyszínen valósítják majd meg a vizsgabizottság jelenlétében.